És minket ki fognak pusztítani. Most mondom önöknek, önök élő tanulja annak, amit most én kimondtam itt, és látni fogják, hogy gyakorlatilag a magyar állam délvidéket eladta. És nincs senki, nincsen erő, aki fölemelné a hangját, és azt mondaná, hogy nem, hát ezt nem lehet tovább csinálni. És ezt a kiürítésünket segítik sokféleképpen. Most erre nem tudok kitérni. De a legfontosabb és a legrosszabb az, hogy a magyar kormány elnöke azt mondta, semmilyen követelés. Ugye akkor te jössz. Rácz Szabó László a délvidékről, jó magyar ember. Ne felejtjük el, nem ők hagyták el a hazát, hanem a haza hagyta el őket. Parancsoljuk! Hát, hadd kezdjem azzal, hogy én nem szeretnék senkire semmit rá erőszakolni. Én úgy gondolom, hogy igazából az lenne jó, ha a magyar embereket érdekelni az, hogy mi van a magyar emberekkel. Mi ott a délvidéken tényleg nem a saját akaratunkból, úgy élünk egy szerb hatalom alatt, hogy nem mi akartuk ezt. Én értem azt, hogy szükséges az emberek számára a lelki fölemelkedés, amit most itt nagyon szépen végighallgattunk, de ez csak önmagáról, arról az egy emberről szól, nem a közösségről. A közösség az arról szól, hogy szeretjük egymást, és meghallgatjuk másokat, gondját, baját, mások véleményét, hogyan élnek. És nem, hogy is mondjam már egy kicsit, megmondom őszintén, én nem vagyok egy sértődékeny ember, de úgy rosszul esett, hogy amikor nem arról van szó, hogy mi történik én velem önmagammal, akkor az már nem érdekel. Azzal nem foglalkozom. Fölkelek. Itt ez a hölgy, aki ilyen nagyon arrogánsan szembeszállt azzal, hogy mást is meghallgassanak, ahhoz viszonyítva, hogy mondjuk nekünk arra délvidékről elmondhatjuk önöknek 10 perc alatt, vagy 15 perc áll rendelkezésünkre, hogy velünk mi van. Ehhez viszonyítva egy óra hosszát beszélhetett valaki más, aki azt mondja, hogy hogyan kell felemelkedni az isteni magaslatokba. Ez vagy igaz, vagy nem igaz. Nem az én dolgom, én ebben nem akarok beleszólni. De hogyan akar valaki bárhová felemelkedni, aki másokat nem hajlandó meghallgatni? Már elnézést. Jó, hagyjuk ezt a témát. Én arról szeretnék beszélni, hogy igen, a délvidék ma olyan helyzetben van, hogy Magyarországnak tudna hozni pénzt, jövedelmet, nyugdíjat, olyan lehetőségeket, amiből az ország fölemelkedhetne. És ezek önök, akik itt élnek Magyarországon, el tudják maguk képzelni, hogy mekkora pénzben kifejezve, mekkora értéke van a délvidéknek? Nem nekem, mint magyar embernek, aki ott élek, hanem magának délvidéknek, azoknak a földeknek. A legjobb földek, a zsíros földek, biztos ismerik ezt a kifejezést. Ki lehet ezt fejezni 1000 milliárdokba? Nem. Hát ugye, ha szakrálisan végig gondoljuk, természetesen nem. De meg lehetne mondani, és ezek milliárdok és ezer és ezer milliárdokba mérhető. Csak maga az a sima, komerciális értéke annak a területnek. És ott nincs benne a magyar ember, csak maga az az érték. Ma Magyarország elutasítja. Ma Magyarországnak nem kell. Kerek, Perec, a kormány megmondta, nekünk az a terület, nem kell. Nem a mi nevében. Pedig, persze, hogy nem a maguk nevébe, de mégis ő a maguk kormánya, ugye? Ettől függetlenül. Miért? Azért, mert ez a cirkuszdemokrácia, ez nem lett másképpen, a cirkuszdemokrácia az ilyen. Na, ez az, amit meg kell változtatni, szerintem. Én merem állítani,
merem állítani, ha Délvidék visszatér, a nyugdíjak 10-15%-kal emelkednek. Garantáltan. Nagyon egyszerűen térhet vissza. Köszönöm a kérdést. Mondták, hogy hagyjak időt a kérdésekre. Nagyon egyszerűen térhet vissza. Ma Szerbiának semmilyen jogalapja nincsen arra, hogy Délvidéket tartsa. Valaki meg tudja nekem mondani, milyen alapon van ma Délvidék szerb fönnhatóság alatt? Tudom, erről szól, az erősebb kutyáról szól a dolog, de az erősebb kutya nem Szerbia, ugye ezt mindannyian tudjuk. Hanem a globalizmus. Az az erősebb kutya, és miért erősebb kutya a globalizmus? Azért, mert elfogadják az emberek, azt hiszik, hogy ez valami. Közben ez semmi, ez nulla. Ez csak rablás, rabszolgatartás és gazemberség. Azt szeretném elmondani, hogy Délvidékre ma Szerbiának nincsen semmilyen joga. Miért? Mert ugye volt egy trianoni diktátum, igaz? Diktátum volt, az is gazemberség, az is jogtalanság, az is szemétség, és ezt nem lehet másképpen nevezni. És az indulatosságom miatt elnézést kérek mindenkitől. De hadd nevezzem. Engedjék meg, hogy elmondjam a saját gondolataimat, még akkor is, ha ez esetleg valakinek majd nem tetszik, mert túl indulatos vagyok. Akkor egy szerb-horvát-szlovén királysággal lett aláírva ez a szerződés ott Trianonban. Hol van ma ez a királyság? Sehol. Ott van, ahol mondják. Sehol. Na, de aztán volt egy második világháború is, amit ugyanúgy a nagyhatalmak kicsináltak, megcsináltak. Tudjuk jól, hogy ki áll a nagyhatalmak mögött, ki irányítja ezt a rendszert, és kötöttek egy titói Jugoszláviával ugyancsak egy szerződést. Hol van a titói Jugoszlávia? Na akkor valaki magyarázza meg nekem azt, hogy ma Szerbia az az állam, amelyik nem jogutódja Jugoszláviát, mert nem lehet. Hogy lehetne jogutódja? Ugye sokáig a Milosevićre talán emlékeznek, ugye ő a polgárháborús hős, idézőjelbe, de leginkább a polgárháborús, hogy is mondjam már, bűnös, leginkább így nevezhetjük, összetartotta legalább Montenegrót és Szerbiát, hogy kis Jugoszláviát mondhasson. Ő nagyon jól érezte, hogy miről van szó. De nincs már kis Jugoszlávia se. Akkor magyarázza meg nekem valaki, ma Szerbia milyen alapon használja a magyar földeket? Semmilyen alapon. Milyen alapon birtokolja? Egyetlen egy alapja van, a magyar állam nem kért vissza még semmit. Nem határozta meg. Ugyanis a magyar államnak ebben az esetben meg kell fogalmaznia az elvárását. Ez minimum, ez nem háború, ez nem gyilkolás, ez semmi. Meg kell fogalmaznia az elvárásait, és azt mondja, nekem igényem van a saját föld területemre. A magyar állam ezt ma nem teszi meg. Ha a magyar állam ezt nem teszi meg, és olyan óriási kárt okoz a magyar embereknek itt, a kis, a csonka Magyarországon belül, hogy éhénység van, szegénység van, tönkre tették az embereket ebbe az országba. Hát nem én vagyok az egyetlen szegény ember, maguk között is sokan vannak. És a lehetőséget, hogy gazdagabb legyen, és erről nem szól semmilyen szakralitásról, és épeszű. Ez csak még mindig a globalizmus, a gazdaság, a biznisz, tehát magasabb szintre nem is emelkedem, ez pedig tudják hol van. Ez körülbelül itt valahol. Tehát ez a nulla emberi szemszögből nézve, ez a nulla. Minden olyan ország, amelyik a saját érdekeit nézi, az bizony megköveteli magának. Románia, Moldáviát követeli. Azt mondta, igényem van Moldáviára. Ki mondták? Szerbia csatlakozni akar ugye az Európai Unióhoz, és a román fél kimondta az ő követeléseit. A mai napon mindent megkaptak, amit csak kértek. A Szerbiában élő román nemzetiségi emberek számára. Szlovákia, hát Szlovákia tudjuk, hol van, még csak közös határ sincsen, kimondta az elvárásait, Szerbia mindent megadott a Szerbiában élő szlovák embereknek.
Magyarország erre mit mondott? Magyarország miniszterelnöke azt mondta, mi semmilyen föltételt nem fogunk szabni. Az az ország kerekperec a parlamentbe. Tehát ez nem beszélek én félre. Meg lehet nézni, parlamenti anyag, videófölvétel és hivatalos jegyzőkönyv szól erről. Magyarország miniszterelnöke azt mondta, Szerbiával szembe az Európa Uniós csatlakozással kapcsolatban semmilyen igényt nem fogunk támasztani. Én úgy gondolom, hogy itt valami nincs rendben. Én többször elmondtam, és nagyon fontos, bizony az ördögöt nevén kell nevezni. Az ördögöt nem nevezzük nevén, akkor soha nem fog kiderülni, hogy mi a helyzet. Ugyanis az ördög akkor csinál, mit akar. Jönnek ilyen dolgok, a maguk jól ismerik ezt. Valaki ellopta a réz vezetékeket. Annak sosincs neve, nem tudjuk ki ez. Valaki kirabolt ezt meg azt. Bezzeg, ha történik valamilyen dolog, akkor azt mondják, hát ez a magyar ember, ezt meg ezt csinálta. Mert olyan is van, hát nem minden ember, magyar ember, becsületes, igaz? Hát pontosan ez történik most a nagy politikában is, a délvidékkel. A délvidék ma visszatérhetne. Ma visszatérhetne. Ennek egyetlen egy feltétele van, a magyar kormány ki kell, hogy mondja az igényét. Csak hogy... Csak hogy a magyar kormány erre nem hajlandó. Én nem fogok belemerülni abba, hogy miért, mert ezt önök is nagyon jól tudják. Csak azt nem értem, hogy hogyan lehet ilyen kormánya Magyarországnak. Na jó, hogy kétharmaddal! 500 ezer ember béke. Hogyan lehetséges az, hogy egy kormány egy területet, nem akármilyen területre, azt mondja, hogy nem számít, mehet. Arrébb rúgja, ugye focizni szeretnek a kormányban, építik a rendszert, és ezt mint egy labdát így arrébb rúgják. Pontosan. Pontosan így van. Szlovákiát úgy vették be, hogy ennyit se tettek. Pedig Szlovákiával ugyanez a helyzet. Jól tudjuk. Ami nem is létezett ország. Én nem emlékszem rá, a lányom idősebb, azt hiszem, mint Szlovákia. Most 20 éves, Szlovákia 18, itt valahol van. A himnuszuk a magyar népdal, és sorolhatnám, hogy miről van szó. Így van. Nem, erre nem szeretnék ennyire kitérni, csak azt szeretném mondani, hogy most nagyon nagy összefogásra lenne szükség a mi érdekünkbe a délvidéken, mert minket a szerbek ki fognak pusztítani. És ezzel legyen mindenki tisztában. Ha Magyarország nem áll, ha nem lesz anyaországunk, mi nem fogunk megmaradni. 450 ezer magyar volt Trianon után a délvidéken. A második világ, 500 ezer fölött volt. A második világháború után 450 ezer. Ma 200 ezer körül vagyunk. És a legnagyobb veszteség az ebbe a szabad világba történt. Akkor, amikor felszabadultunk. De nem akkor, amikor a Milosevic megjelent. Akkor történt, amikor a polgárháború kitört, és Magyarország nem állt ki mellettünk. Nem védett meg bennünket. Amikor elkezdték a magyarokat verni, ütni-verni az utcákon. Akkor, amikor jöttek a menekültek. Mondjuk engem ezért majdnem lecsuktak, mert én nem engedtem be őket az én városomba. Akkor éppen olyan helyzetben voltam, hogy én vezettem Zentát, és bizony nem jöttek be oda. Igen, Szabadkára beengedte a Kassa József, ott 16 ezer menekült van. Ma akkor 55% magyar volt Szabadkán, ma 35% az arány. Ma költöznek ki a magyarok tőlünk, óriási a vérveszteség, és a magyar állam ezt támogatja. Bizony, az önök állama, akiket önök megszavaztak, az támogatja a délvidék kiürítését, és meggyőződésem, hogy ez taktikai kérdés, tehát a magyar állam számára, a magyar kormány számára az a taktika, hogy délvidék ürüljön ki. Mert hogy ne legyen már annyi gond velünk. Hát csak probléma, meg baj van, ezek követelőznek. Ne adj Isten, autonómiát akarnak.
visszatérést, vagy bármi ilyesmit, és ezt a sok problémát nem hajlandóak tovább vállalni. És minket ki fognak pusztítani. Most mondom önöknek, önök élő tanulja annak, amit most én kimondtam itt, és látni fogják, hogy gyakorlatilag a magyar állam délvidéket eladta. És nincs senki, nincsen erő, aki fölemelné a hangját, és azt mondaná, hogy nem, hát ezt nem lehet tovább csinálni. És ezt a kiürítésünket segítik sokféleképpen, most erre nem tudok kitérni, de a legfontosabb és a legrosszabb az, hogy a magyar kormány elnöke azt mondta, semmilyen követelés. És hazaáruló. Ezt mondom én is. Pontosan. Gyakorlatilag a magyar emberek, a magyar ország érdekeit nem lehet úgy képviselni, hogy ekkora és ilyen gazdag területről lemondok. Nagyon sok mindent tudnék még mondani, de közben én látom, hogy kezdődik a következő előadás. És mi történt? Igen, ne csodálkozzunk rajta, én ott voltam a téren, és én szerintem ez rendben is volt. Lesz mindjárt, lesz egy kérdés, csak még hadd mondjam el azt a gondolatot, hogy most már egészen ott tartunk, hogy a magyar állam, és hát ki kell mondanom a nevét, Orbán Viktor által támogatott párt, ez a Vajdasági Magyar Szövetség, elnöke Pásztor István, mert az ördögnek neve van. Ez a Pásztor István és a Vajdasági Magyar Szövetség a legnagyobb párt a magyar közösségbe, és azért nagy párt, mert nekik van pénzük, övéké a média, övéké Orbán Viktor, övéké gyakorlatilag ő minden lehetőség, amit el tud az ember képzelni, hogy házról házra járjanak, és embereket butítsanak, és vezessenek félre, ezért kapják a szavazatokat. Kegyetlen kihasználják az embereket, és tönkreteszik a vajdasági magyarságot. Felelősek azért a kivándorlásra, ami most történik. Orbán Viktor is felelős. Személy szerint Orbán Viktor felelős azért, hogy ennyi magyar ember elhagyta Vajdaság területét, amit mi ugye délvidéknek nevezünk, és Pásztor István ugyancsak felelős. Ezért mondom én, nem csoda, hogy leköpték. De hagyjuk ezt most. Azt akarom csak mondani, hogy ez a Pásztor István és ez az Orbán Viktor támogatja azt, hogy azokat a, azzal a haladó pártnak hívják őket, de a Sesely-féle radikális, Sesely most Hágában van, tudjuk, mint háborús bűnös. A Sesely-féle radikálisokkal fogtak össze, akik a legjobban gyűlölik a magyarokat. A magyar érdekvédelmi rendszert ma a szerb radikális magyar gyűlölő párt vezeti. Azok, akik nekünk szendvicseket, azt mondták, kaptak egy szendvicset, menjetek haza. Csak mi azt mondtuk, hát köszönjük a szendvicset, de hát mi itthon vagyunk. Ezért akartak minket lecsukni, börtönbe zárni. Ezeket támogatják. Hát akkor csodálkozunk azon, hogy tönkre megy a délvidék, és a magyar emberek nem maradnak meg. A magyar közösségben 40%-os a munkanélküliség. Nem azért mennek el a magyarok onnan, mert nem szeretik a szülőföldjüket, nem áll. Hát nem tudnak enni, adni a gyerekeknek. Ezért ma Berlinben, Németországban, Angliában, mindenhol ott vannak. A Magyarországról ugyanígy mennek ki az emberek, én úgy tudom. Mert nem tudnak enni, adni a gyerekeknek. Ez nem véletlen. Ez egy előre kigondolt, szándékos terv. És mi nem azért pusztulunk el, mert nem tudjuk fönntartani magunkat, hanem azért pusztulunk el, mert Magyarország ellenünk van. Nem segít. Ez a mi nagy problémánk, és kérem a kérdést. Mert volt itt egy kérdés, azt mondták. És Laci, én úgy tudom, hogy te egy délvidéki pártnak az elnöke vagy. Azt szeretném megkérdezni, hogy most, amikor a kétharmaddal másodszor győző Fidesz kormány alakította a parlamentet, akkor téged bentre hívtak meg, vagy kint a parlament elé mi hívtunk téged meg, magyarok, akik a magyar földért tüntettek. És hogy éled meg azt, hogy Pásztor István lett meghívva, és hogy éled meg azt utána, hogy a Áder János, tehát már csak Orbán Viktorról beszélünk, ennek Áder János köztársasági elnökről is, utána azt mondta, hogy mi leköptük ugye a
magyart, a magyart. És hát ezzel tulajdonképpen mi, aki a magyar földért, mi, akik a magyar földért tüntetünk, mi hát magyar ellenesek vagyunk. Tehát hogy látott ezt? Áder Jánosnak ezt a kommentjét, azzal kapcsolatosan, ami történt. Pásztor János István le lett köpve, mint hazaáruló. Hát én elmondtam a véleményemet. Nem módszer az, hogy valakit leköpünk, bár megérdemli. Akkor se. Tehát hagyjuk azért, mert gusztustalan egy kicsit, ez az igazság. Igaz, így igaz. De nem ez a lényeg. Sok ember, tehát vannak emberek, akik nem bírják elviselni, és nem tudnak mit csinálni, és elvesznek ebbe a rendszerbe, és oda jutnak, hogy vannak, hát tudjuk, végül is fegyveres leszámolások is történtek már ebből. Volt olyan, hogy valaki fogta a pisztolyt, és lelőtte. Hát mondjuk a leköpés ettől sokkal finomabb eljárás, és vannak olyan haza- és nemzetárulók, akik bizony a golyót is megérdemlik. Ez az igazság. A helyzet az, hogy amikor alakuló ülése volt a... Tehát én is egy magyar pártnak az elnöke vagyok, de el kell mondanom, én a pártokat nem szeretem. Én nálam ez csak egy eszköz kérdése. Nem hiszem, hogy pártok fogják megoldani a nagy problémákat. Viszont muszáj addig is fönntartani a rendszert, valahogy ott kell lenni, hogy tudjunk csinálni valamit. Bennünket nem hívtak meg. Az alakuló ülésre hát utoljára ötten az MDF, még Gyurcsány is meghívott egyébként bennünket, hát nem biztos, hogy ezt jó néven vettük, de ez egy dolog. Csak azt akarom mondani, a Fidesz soha. A Fidesz az nem hívott meg bennünket soha, most se hívott meg, az alakuló ülés úgy volt, hogy mi kívül ragadtunk ugye a parlamenten. Én úgy találtam, hogy sokkal jobb, hogyha ott vagyok azok között, akik a magyar föld elkútja vetélését, eladását ellenzik, és azok között van a helyem. Én ezért föl is mentem Budapestre, és ott voltam. Azt gondolom, hogy amikor eladták a magyar földet, akkor már nyugodtan biztos lehettem volna, és biztos is voltam abban, hogy el fogják adni a Délvidéket is. Mert hát ha ti lábatok alól eladják a földet, a cukorgyárakat, a jó ég tudja, mit el nem adtak, hát akkor mi kik vagyunk. Egy olyan terület, amely egyébként is már határral van elválasztva Magyarországtól, csak egy gondjuk van, hogy szabaduljanak meg tőlük. És csak mi vagyunk most már az egyetlen akadály, akik még tartjuk a frontot, próbálkozunk, igyekszünk valahogy, ha más nem, a szembesítéssel megvédeni magunkat. Bár az igazság az, hogy a magyar népnek, mint népnek joga van a harcra is, a fegyveres harcra is, ez nemzetközileg elfogadott tény. A fegyveres harcra, mint szabadságharcosoknak szükségük van, vagy lehetőségük van, ezt senki nem ítélheti el, az Amerikai Egyesült Államoknak ezt támogatnia kellene fegyverekkel. Áder János, jó, hát én kicsit hadd provokáljam önöket, csak mondom, hogy miről van szó. Áder János, és végül is az egész magyar kormány azt mondta, hogy megtörtént a szerb-magyar megbékélés. Tisztában vannak önökkel azzal, hogy mi ez? Minek a nevében mondta? Ez egy katasztrófa. Áder János vagy háromszor, négyszer elmondta, hogy megbocsájtunk, meg bocsánat, meg elnézést. Na a Nikolić elnök egyszer se. Mert a Nikolić elnök, és elnézést most a kifejezésé, az nem egy fika ember. Bocsánat, hogy ilyet mondom. De a magyar diplomácia, az egy borzalom. A külügy egy katasztrófa. Hát Áder János. Áder János, hát attól ő volt az, aki a köztársasági elnöktől magasabb funkció nem létezik ebbe az országba, uraim. Marszonyi János, aki most is elárulta a kárpátaljai vezetőjét. Így van. Pontosan így van. Hol tartozik Marszonyi János? Persze, Jeszenszky Géza. Emlékszünk rá? Csak éppen nem létezik köztársaság. Hát igen, fölkínálták Kárpátalját, és azt mondta, hogy nem. Személyesen nagyon jól ismerem még az MDF-es időkből. Hát nem tudtam neki hirtelen elég csúnyát mondani. Azóta nem tárgyalunk. Ő nem akar velem szobálni, mert én még tudnék csúnyákat mondani neki. A lényeg ebben az, hogy valamit tennünk kell, emberek. Tudom én, jó ezt meghallgatni, vagy bocsánat, meghallgatja mindenki, el van képedve,
talán szégyeli is magát, de valamit tennünk kell. Az, hogy itt ülünk, az kevés. Mert amikor minket kipusztítottak, onnantól kezdve a Magyarországon élő magyar embernek nincs jövője. Mai napon csak azért nem szednek össze benneteket és visznek táborokba, mert még velünk nem tudtak mit kezdeni. Mert mi még állunk, mi még kicsit talán, ne vegye senki rossz néven, talán kicsit keményebben állunk, keményebben ott vagyunk, mert naponta verik a fejemet azért, mert magyar vagyok. Megalkottak egy nemzeti tanácsokról szóló törvényt a délvidéke. Arról híres és hangos az egész Európai Unió, hogy milyen csodálatos ez a Szerbia. Hát ott az autonómia. Adtak. Semmi köze az autonómiának azt. Ugye, micsoda az? Inkább tegezlek benneteket, mert testvérek vagyunk. Az csak egy különleges státussal rendelkező civil szervezet. Arról szól, hogy a magyarországi pénzeket hogyan lehet behozni Szerbiába. Az egyetlen komoly, a ti pénzeteket persze, és köszönjük szépen, mert azért nem kevés pénz, pár száz millió jött azért, hogy, és ez jó dolog, ezen a civil szervezeten keresztül tanulhattak, egyetemre mehettek magyar gyerekek Szerbiába, és nincs időm elmondani, hogy milyen körülmények között, mert azért a szerb egyetemek megkülönböztetik a magyar diákokat. Nagyon nehéz ott befejezni egy egyetemet. A tanár keményen, így, rasszista módon azt mondja, hogy te magyar vagy te. Gondolkodjál másképp, tanulj máshol. Menjél haza tanulni. És ezek a gyerekek, akik befejezik mégis ezeket az egyetemeket, azért nagyon fontosak a számunkra, de hát most, ahogy befejezték, mennek ki külföldre, mert munkát ugye nem kapnak. A szerbség körében én Zentáról jövök, 82% magyar. Mai napon is. És 40%-os a munkanélküliség a magyarok között, meg 5% a szerbek között. Ezt azért nem véletlen. És tudjuk, minden állami intézmény, amit csak Belgrádból irányítanak, ott csak szerbek, szerbek, szerbek. Rendőrség. Bíróságon nagyon nyomják a egészségügyi biztosítás és ilyen helyek, amik köztársasági alapításúak, azok ő mindegy szállik, szerbekkel van. De a munkaközvetítőbe dolgozik két szerb, meg egy magyar, de az a magyar a legalacsonyabb ugye, jogokkal rendelkezik, a vezető szerbember, és egy szerb nő dolgozik ott, semmi, egy szót nem tud magyarul, és nagy kikindáról utazik minden nap. Nem találtak Zentán egy magyar embert, aki ott dolgozhatna. Nem, nagy kikindáról utazik ez a szerb lány minden nap 40 kilométert azért, hogy ott munkahelyen legyen. És ezt valahol meg kell állítani, de csak úgy tudjuk megállítani, ha megállítjuk a cirkusz demokráciát. Nincs lehetőség már. Thank you.